A Latatka galériában az apró dolgok istene kiállításon az élet apró, de mégis meghatározó pillanatait láthatjuk kimerevítve. Hát igazából az apró dolgok istené a koncepció, tehát olyan művészeket hoztunk össze, akik kettő Magyarországon élő és kettő Szlovákiában élő magyar művészek. Tehát igazából az volt a koncepció, hogy ilyen kis formátumú képeket, festményeket, grafikákat, fotókat hozzunk össze, ami ehhez a koncepcióhoz illik. Mindig nagyon sokan látogatnak a kiállításokat, nagyon sokan érdeklődnek iránt is. Itt úgy érzünk, hogy is kicsit olyan hiány érzetet így bepotoljunk ezzel, mivel Budapesten nincs olyan nagyon gyakran ilyen nemzetközi kiállítások. Azon kívül, hogy ilyen nagy galériák, múzeumok ezeket természetesen szervezik, hanem ilyen, egy ilyen kis galériák nagyon kevés ilyen szerveződik. Nálunk az körülbelül mindig minden második kiállítás, ahol nagyon sok művészt beleviszünk. Ennek a kiállításnak az a különlegessége, amit az Őri Marcsi kurátor sem tudott, hogy 2009-ben már volt egy ilyen című kiállítás, ami ugyanúgy apró személyes momentumoknak a megfogására irányuló kézművészeti tettek voltak kiállítva. Én az Őri Marcsit régebbről ismerem, a szakközépiskolából a Kálvin térre, már a kézművészeti szakközépiskolából. A másik két kiállító a Claudia Kosziba és a Szőke Erika. Ővelük nyáron találkoztunk Baján, egy bajai művésztelepen, ahol mindig más embereket hívnak meg. Én ez a második alkalom volt, hogy ott voltam, és ezzel a két felvidéki lánnyal eléggé harmonikussá vált a kapcsolat. Úgyhogy emiatt egy ilyen rokonszenv alapú kiállítás, egy rokonszenv alapon létrehozott kiállítás lett a végeredménye, vagy a kezdete ennek az együttműködésnek. A kiállítás január 8 és 23-a között volt megtekinthető a Budapesti Lengyel Intézet Latarka galériájában.